Centrum Ételvár, Nagyotát központjában. Napi menük 660 és 990 forintos áron. Kézműves gyorsételek, batáta és bioételek, tálak készítése, ételkiszállítás. Rendezvények 40 főig, péntek esténként akciós vagy zenés vacsorák. Centrum Ételvár, középpontban a minőség. DLH Magyarország Kft. Német minőség, kedvező munkakörülmények és magasabb fizetések. Egy stabil hátterű, dinamikusan fejlődő cég. Munkaszerződés, ösztönző jutalom, műszakpótlék, széleskörű béren kívüli juttatások, utazási támogatás. Harmonikus munkahelyi légkör, jó hangulat, céges buli. Könnyű sütőipari munkát kínálunk. Csatlakozz a csapathoz! Hétvégén elkezdődik a karácsonyi ünnepkör. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió nézőit. Advent első vasárnapja egyben a keresztény egyházi év kezdete is. Adásunkkal és Nagyatád első hírportáljával az Atád hírrel kapcsolatos ötleteiket továbbra is szívesen vesszük. Az új elektronikus postacímünk az info@atadhir.hu. Telefonszámunk pedig a régi. Ezeken az elérhetőségeinken várjuk javaslataikat. Most pedig lássuk röviden adásunk tartalmát. 210 köbméter fát ad a város a rászorultaknak a fűtési szezonban. A támogatást a saját erdejéből biztosítja az önkormányzat, így fele annyiba kerül. Több mint a duplájára nőtt a Nagyatádon adott vér mennyisége az elmúlt 10 évben. A kistérség 400 állandó donorja egyre inkább előregedik. Naponta már 7-800 oldalt töltenek le a látogatók Nagyatád első hírportáljáról. Friss hírek, videók, programok, helyi menükínálat és időjárás. A tévnyomatok és a blokkok a legdrágább bélyegek, némelyik több százezer forintot ér. Képeslapokat, kardokat, szabjákat és pallosokat is hoztak a gyűjtőn. Komoly lehetőségek vannak a csapatban, tavaszra érik be igazán, értékelte az őszi idényt a foci edző. Csupán gólkülönbséggel maradtak le az első helyről. 60-nál is több család számára biztosítja évente az otthon melegét az önkormányzat. Ennyien kapnak a város saját erdejéből szociális tűzifát. Ez a fajta támogatás biztosan célba jut, mondja a polgármester. Meghozták a szociális tűzifát a bodvicai zárt kerti övezet egyik udvarába. A szőlősben úgy 200-250 ingatlan van, mint egy 40-en laknak itt. Így kint vannak, tehát kint élnek, azt kell, hogy mondjam, úgy kint élnek. Azok javarésze igen tüzelővel, fával fűtenek. Itt a szén az nem is jó, meg igazából itt a levegőt annyira károsítaná, hogy nem maradna is sem egy friss szabad terület, ahol gyakorlatilag a madárcsi csergésen és szarvas bőgésen kívül az ember más nem hal. Innen a volt laktanyából szállítják a tüzelőt. Az év elején már vittek 70 köbmétert. Ennyivel segítette az önkormányzat a rászorultakat. Az ősszel aztán folytatták a programot. Az október 1-től mai napig 31 köbméter kerül kiszállításra. Várhatóan még december 31-ig egy olyan 40-50 köbméter időjárás függvényében, és mindenki egyelőre egységesen 1,5 köbméternyi tűzifát kap, ami ilyen kis határautóval szállítjuk ki a helyszínre. A szociális tűzifa természetbeni juttatás. Kérelemre biztosítja az önkormányzat.
Előtte környezettanulmányt folytatnak a kérelmezőnél, megvizsgálják a körülményeit. Egy egész fűtési szezonban, hogyha ezt vesszük, akkor 64 család kapott, tehát a tavalyi évben 64 család kapott ilyen támogatást, 102 alkalommal. Ez mutatja, hogy többször is adható egy fűtési szezonban ez a fajta juttatás, azonban ennek megvannak a szabályai nyilvánvalóan. Maximum 3 alkalommal biztosítjuk ezt a fajta támogatást. Az önkormányzat a saját 9 hektáros erdejéből biztosítja a tűzifát. Ott most egy az erdőművelés szempontjából szükséges munkát végeztek el. Itt vagyunk a Nagy-Tárdi önkormányzat erdejébe, amiből törzskiválasztó gyérítés formájában a beteg, az alászorult és a törött tetejű fákat kitermeltük, az erdő szélébe bedapóztuk, és onnét a volt laktanya területére bekészleteztük, ami lakossági tűzifaként kerül kiosztásra. Így sokkal olcsóbb a városnak, mintha venni kellene. Hát ez a felébe kerül. Tehát tulajdonképpen ez a 210 köbméter fa, amit most kitermeltünk és kitermeltettünk, ez 3 millió forint értékű fa, és ezt mi nem egészen másfél millió forintból tudjuk biztosítani a kitermelést, az ideszállítást, a deponálást. Tehát a fele összegbe kerül nekünk ennek a fának a biztosítása. És amint láttuk már, az érintetteknek ráadásul ki is szállítják a fát. Arról sem nekik kell gondoskodniuk. Ezt célszerűbbnek és konkrétabbnak, jobban célba jutónak tartom, mint egy pénzbeni támogatást. Tehát ez biztos, hogy tűzifaként fog hasznosulni az adott családoknál. Ahogy Józsefnél is. Ő a Gyümölcsösben lakik. Azt mondja, telente úgy 8 köbméter fára van szüksége. Hát amit kapok évente az önkormányzat, az 3 köbméter, 4 köbméter körül van, hogy tudok háromszor kérni, ha mellettem még egy 3-4-et kell vennem. Mennyi most a fa köbméterre? Hát én most 15.500-et vettem, úgyhogy főhasogod a főfőszerek konyhakészen ide hozzánk. Hát kapok, azt mondom, 3-4, meg van 4-et még kell venni mellette. De hát is nagy segítség, hogy mosodni meg elsőben kell vennem. Konkrétan úgy 60-65 ezer forint minden egyes családnak. Évente közel 4000 egység vért gyűjtenek össze a Nagyatádi vérellátóban. Az elmúlt 10 évben a nagyatádi véradók száma több mint a duplájára emelkedett. A helyiek közül többen is vannak, akik már legalább 100 alkalommal szuratták meg magukat a jó ügyért. A Nagyatádi Kórház vérellátójával járunk. Keddenként reggel 8 órától fogadják azokat az önkénteseket, akik vállalkoznak véradásra. Magyarországon az évi vérszükséglet csak nem 500 ezer egység. Törekedni kell országos szinten, hogy 450 ezer egység vér levételére kerüljön. Ebből több vérkészítmény állítható elő. Azt pontosan meg tudom mondani, hogy az éves vérszükséget a betegek részéről 670 ezer. Ebből úgy lesz több száma 450 ezerhez viszonyítva, hogy egy egység levett vérből többféle vérkészítményt tudunk előállítani. Az egyes vérkészítmények tárolási ideje rövid, ezért van szükség folyamatos és rendszeres véradásra. A nagyatádi kistérség jelentősen hozzájárult ehhez a célhoz, évente közel 4000 egységet sikerült összegyűjteni. Ez a szám 10 évvel ezelőtt kevesebb, mint a fele volt. A véradó állomásokon tárt karokkal fogadnak minden önkéntest. Persze a véradáshoz számos feltételnek meg kell felelni. Véradásra alkalmas lehet minden 18 és 65 évet betöltött, felnőtt ember, aki egészségesnek érzi magát, és alkalmasnak találja a vérét más emberek számára történő beadásra. Nem szedett krónikus betegségekre, illetve nem szed olyan gyógyszereket, amik kizáró tényezők lehetnek. A testsúly is fontos, 50 kilós testsúly alatt nem lehet valaki alkalmas. Számos kizáró tényező akad még. Ilyenek a szívérrendszeri és vesebetegségek, a cukorbetegség, vagy ha a közelmúltban kisebb fertőzésen vagy műtéten estünk át. A férfiak évente legfeljebb 5-ször, a nők pedig 4-szer adhatnak vért. Két véradás között legalább 56 napnak el kell telnie. Mindezekre kiterjednek a véradás megelőző vizsgálatok és a kérdőív. Első véradók esetében a vércsoportot is meg kell határozni. Aki jelentkezik véradásra, és még nem adott vért, tehát első véradó, mindenkinek csinálunk egy vércsoport meghatározást. Ez a szelafor kártyán történik. Hogyan működik a kártya?
Tehát úgy működik, hogy akkor most veszek akkor én vért, ahhoz nekem ahhoz vért kell vennem. Egy kis szúrás, és már is pillanatok alatt meg lehet állapítani az illető vércsoportját és hemoglobin szintjét. Az esetemben megállapítottuk, hogy az A vércsoportba tartozom. No most, hogyha a kicsapódáskor B-be volna, az A-ba nem, akkor egy B vércsoportú. Ha mind a kettőben lenne kicsapódás, az A-ba is, a B-be is, ő akkor egy AB-s vércsoportú. De ha sem az A-ba, sem a B-ben nincs kicsapódás, akkor egy nullás vércsoportú. Reggel 8 órától folyamatosan érkeztek a véradók. István rendszeresen ad vért a gyógy érdekében. Az elmúlt 40 évben már több mint 90 alkalommal szúrták meg a karját. Elmondása szerint egyáltalán nem kellemetlen számára a beavatkozás. Hát eleinte egy kicsit furcsa volt annó, de azt az ember megszokja, és akkor már nem probléma. Nem kell nézni, hogyha valakit zavar, de ugye egyébként nem fáj. Miért tetszik miért adni? Hát a tudat, hogy közhelynek tűnik, hogy ments meg három életet, de az, hogy akár gyógyszert készítenek, akár vérként használják fel a készítményt, mindenképp pozitív dolog, és az embert jó érzéssel tölti el, plusz még az mellett, hogy a szervezetet is serkenti. Minden véradó csokoládét és élelmiszerutalványt is kap, hiszen nagyon fontos az elvesztett folyadék és kalóriamennyiség visszapótlása. A Vörös Kereszt munkatársa meleg teával kínálja Istvánt 97. véradása alkalmából. Az ő feladata a víradók fogadása és meghívása. Elég összetett a feladatunk. Első sorban, ami a legfontosabb, az a víradók toborzása, illetve a víradások megszervezése. Ez a nagyatádi területhez tartozó falvakban is történik. A nagyatádi kistérséghez 17 falu tartozik. Ezekben évente háromszor szerveznek víradást. A jó toborzáshoz fontos a személyes kontaktus. Sokkal több ember jön el a véradásra, hogyha őt személyesen meghívják. Nagyatádra a keddi véradásokra telefonon hívjuk be a véradókat. Ezek gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy mi nagyon meg vagyunk elégedve a véradóinkkal, mert ők nagyon empatikusak, tehát nagyon segítőkészek, segítenek abban, hogy minél több vér legyen. Ahhoz, hogy minden héten kedden legalább 20 ember megjelenjen itt a véradáson, ahhoz 80 embert kell megszólítani. Bár Nagyatád jól teljesít minden évben a maga 4000 egységével, országos és regionális szinten évről évre kevesebb vért adnak az emberek. A Baranya-Tolna-Somogy régióban a tervezethez képest 3-4000 egységgel kevesebbet sikerült összegyűjteni. Ennek több oka is van. Az egyik ok az, hogy a potenciális véradóink kiöregszenek, illetve megbetegszenek. Azok a fiatalok, akik ténylegesen véradók lehetnének, ők most már azt kell, hogy mondjam, hogy külföldre mennek dolgozni. Ezen ugye nem tudunk segíteni. Rózsa hozzátette, a legtöbb fiatal az egyetemi véradó programokon ad vért, de itt is kevesen jelennek meg. Magyarországon közel 4 millióan adhatnának vért, de kevesebb, mint 10%-uk teszi ezt. Viszont vannak, akik az élen járnak. Nagyatádon 4 olyan véradó is van, aki már több mint 100-szor adott vért. Lajos is közéjük tartozik. Mit tett az a kezedben? Egy szeretett védőláduson kaptuk ezt a kitűzőt. Ez hol volt helyszín, a helyszíne? A Nagyatádi városi strandon. Ez egy ilyen külön megszervezett véradó. Igen. Ahol szintén lehetett bárkinek menni. Lajos már 42 éve rendszeresen ad vért, a 4 évtized alatt több mint 100 alkalommal. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Provita kitüntetésben is részesítette. A SZASZK kétszeres véradásom tiszteletére 2015-ben Kaposvárra kellett fölvennem, onnan egy közös úttal, közös autóval vittek föl bennünket Budapestre, ahol kaptam ezt a szép kitüntetést. Azóta újabb 7 alkalommal fordult meg a véradó állomásnál. A díjhoz egy névre szóló gravíroztatott tollat is kapott. De ezek az apró gesztusok eltörpülnek amellett az érzés mellett, melyeket a segítségnyújtás öröme okoz. Lajos azt javasolja, adjon mindenki vért, aki megteheti. Mindenkinek, aki egészségre érzi magát, egy tűszúrás, és utána ott nagyon jó kezekben van, fél órán belül a papírmunkától kezdve mindennel végeznek, és nagyon jó érzés, ha valakin tud valaki segíteni. Az Országos Vérellátó Szolgálat mindig értesíti a véradókat, amikor vérüket felhasználják. Lajos is többször megtapasztalta már ezt. Igen, kaptam is abban az időben még, abban a pillanatban, amikor
valakinek kikerült a vérem, egy köszönő levelet, és nagyon jó érzés volt, nagyon jó esett. Ezt a szokást ma is megtartották, viszont már nem levélben, hanem SMS-ben értesítenek. Így biztosan megtudhatjuk, amikor valakit a mi vérünk felhasználásával mentenek meg. 30-nál is több érdekes előadás egyetlen délelőtt alatt az Adi gimnáziumban. A pályaorientációs napra 350 tanuló érkezett a helyi általános iskolákból. Ezen kívül 5 egyetem mutatta be képzési lehetőségeit a gimnazistáknak. Ezekkel a mozdulatokkal kell irányítani egy drónt anélkül, hogy bármihez is hozzáérnénk. Dávidot leginkább az ehhez hasonló bemutatók érdeklik. Egyebek között ezt is kipróbálhatta a gimnázium pályaorientációs napján. Hát már elég érdekesnek tűnt, hogy így kézzel meg testtel tudom irányítani. Mert hogy biztos, hogy nagyon érdekes, meg hogy nagyon nehéz ezt megtervezni, és hát érdekelt, hogy hogy működik. A PTL mérnök informatikai hallgatói saját maguk által tervezett programjukat mutatták be. A drón mellett egy malomjátékot is. Nem csak a szakot, hanem elsősorban az iskolát szeretnénk népszerűsíteni. Sajnos elsősorban csak a vonzás körzetből jönnek diákok, és ez nem feltétlen jó. Szeretnénk, hogyha látnánk, hogy itt a hallgatók szabad kezet kapnak kicsit a saját céljuk megvalósításában, mint például én is elsősként készítettem el az első projektemet. David számára különösen hasznos egy ilyen számítógépes program megismerése. Ugyanis ő is ezt tanulja az Adiban. Saját maga is programozott már játékokat. Még a régi telefonokon volt ez a Snake, meg ilyenek, ilyesmit. Hogy tudjuk irányítani nyilakkal, volt menüje, újra lehetett kezdeni a játékot, meg ilyen dolgok. Ami amúgy elég alap, de nagyon nehéz és gondolkodtató feladat. A tavalyi évhez hasonlóan idén is színes programokat kínált a gimnázium vezetősége, mind saját diákjainak, mind az általános iskolás vendégeknek. A cél mindkét esetben ugyanaz. Megkönnyíteni a döntést, hogy hol tanuljanak tovább. Azt remélik, hogy az előadáson hallottak bogarat ültetnek az általános iskolások fülébe. A korábbi tapasztalatok ennek sikerét támasztják alá. A múlt évben is nagy elánnal készültünk erre a programra, és úgy tapasztaltuk, hogy ez a program és ez a tevékenység meghozta a gyümölcsét. Ez látszott a beiskolázási eredményeinkben is. Az idei tanévben 4 osztályban 112 diák kezdte meg tanulmányait az Adi gimnáziumban. Legtöbben a környező általános iskolákból érkeznek. A programon ezért kiemelt figyelmet kaptak a helyi felső tagozatos diákok. Ők interaktív tanórákon vehettek részt. Ez az üvegedény, ez nem olyan nagyon könnyű, tehát elég jó bírja. Jó. És ráadásul ugye látszik, hogy ilyen szépen bepárásodott az üvegedény, azt is lehetne bogozni, hogy az miért van. Jó, utána természetesen úgy tudja elengedni a lufiot, szépen leengedem, és már el is engedte. Például érdekes fizikai kísérleteket láthattak. Rendhagyó nyelvórán vehettek részt. Logikai feladatokat oldhattak meg. Még a földrajzzal is egy kicsit más oldalról ismerkedhettek. Azért szeretnénk megmutatni ezt az oldalát is az intézményünknek, hogy megkönnyítsük a választást. Tehát amikor ott állnak majd, hogy milyen intézményt jelöljenek meg első helyen, jusson eszükbe a rengeteg élmény, amit itt az Adi gimnáziumban szereztek, és minket írjanak be első helyre a továbbtanulási lapra. A tornateremben utazó planetárium nyűgözte le a csillagászat iránt érdeklődő tanulókat. Másoknak a gimnázium tanulói tartottak bemutató órát. Sára is társai például arról, hogyan lehet háromdimenziós rajzot készíteni. Mindenkinek, ahogy most a végén végignéztem, azért egész jól sikerült, meg azt láttam, hogy azért ez egy nagy élmény volt, amikor végre valamit sikerült megcsinálni. Én élveztem igazából az előadást megtartani. Egy kicsikét lassabban ment, mint gondoltam, és egy kicsikét döcögősebben, de azért egy jó élmény volt. Kiadja a színpalettet, ebbe akármilyen szint kiválasztasz, még hogyha magamban az egyet örüljék is neki, akármilyen szint kiválasztasz, és ki van színezve az autó. A kihívás nagy élményt szerzett a nyolcadikosoknak. Nagyon tetszett, igazából még sose terveztem ilyen 3D autót.
Egy kicsit nehézkés volt, de mégis olyan jó érzés volt csinálni, meg jó kedvel. A gimnázium jelenlegi tanulóinak a meghívott egyetemek és főiskolák előadói igyekeztek ihletet adni a továbbtanuláshoz. Akadt, akinek ugyan még sokára kell döntenie, mégis van már elképzelése, hogy mit választana. Nekem a rendészeti rész tetszett, mert jól lehet ebben keresni, és szerintem érdekes szakma is. Nekem ez a határvadászat tetszett, mert hát jól keres, meg könnyű a munka, meg sok a támogatás. És amúgy is gondolkodtatok már eddig is a rendőr szakmán? Hát apu akarta. És te? Én még nem. Csak érdekesnek találom. A gimnázium falain kívül további 4 helyszínen zajlottak programok az érdeklődő diákok számára. Tömegesen nőnek fel egész nemzedékek apa nélkül. Ma a házasságok 55%-a válással végződik. Magyarország visszafelé halad abban a folyamatban, aminek eredményeként a családokat stabilizálhatnánk. Erről beszélt előadásában Léder László pszichológus nemrég Nagyatádon. Az Apátlan Társadalom és Apa Forradalom című előadását a Nagyatádi Szívegyesület meghívására az Adi Gimnáziumban tartotta. Nagy szeretettel köszöntök a Szívegyesület nevében. Hová tűntek az apák a családokból és a nevelésből? Mit tehetünk, hogy a családunk és a gyermekeink családja ne váljon apátlanná? Ezekre a kérdésekre kereste a válaszokat és elemezte az okokat az Apa Füzetek és az Apa Akadémia révén nevessé vált pszichológus. Azzal kezdte, a cél az lenne, hogy elég jó apává váljunk. Fontos, hogy egy apa nem hibátlan, tehát elég jó. Ezt azért mondom, mert erről lesz is szó, hogy a média egy picit most már pozitív módon felkapta ezt az apa témát, és a médiában általában megjelenik két nagy típus, a cuki apa és a Superman apa. Mint kifejtette, alapvetően két fő oka van, hogy egyre több családból hiányzik az apa. Az egyik, hogy a férfiak nem kapnak felkészítést a párkapcsolatra és az apa szerepre. A másik oldalon pedig a bennünket körülvevő rendszerekben kell keresnünk a hibát vagy az okot. Én azt gondolom, és azt a statisztika is megerősíti, hogy Magyarország egy picit mint a visszafelé menne abban a folyamatban, aminek eredményeként a családokat stabilizálhatnánk. A KSH adatai szerint Magyarországon az elmúlt években kimondottan nőtt a férfiak irányába a kenyérkeresői szerepelvárás. Tehát a társadalom azt várja egy mai apától akár, hogy a legfontosabb feladat az legyen, hogy megteremti a család egzisztenciáját. Most a probléma ugye ezzel az, hogy pszichológiai értelemben, hogy én magam pszichológus vagyok, teljesen egyértelmű, hogy egy gyermeknek egy apára és egy anyára ugyanakkora szüksége van. Tehát én úgy is szoktam fogalmazni, hogy ez a mai anya-gyermek-centrikus családmodell nem tartható. Magyarországon ma 1000 házasságkötésre 550 válás jut. Ráadásul a gyerekeknek egyre kisebb hányada születik családba, és egyre több azon kívül. Van egyfajta visszarendeződés, ami biztos, hogy a körülményeknek köszönhető. Én mindig hangsúlyozom, hogy elsődleges fontosságú a munkakultúránk, munka-magánélet egyensúly kultúrája. Ma Magyarországon ez gyerekcipőben jár. Nagyon nagy mértékű, úgynevezett atipikus munkavégzés lenne szükség férfiak és nők, apák, anyák számára. Tehát magyarul arra fajta munkavégzés, hogy nem az, amit megszoktunk, hogy 8-kor bemegyek és 5-ig ott vagyok, hanem távmunka, részmunkaidő, egyéb megoldások, rugalmas munka. Azt látjuk, hogy például Hollandiában a hölgyek 61%-a részmunkaidőben dolgozik, Magyarországon ez az érték az 5%-ot sem éri el. Tehát ezek a tényezők tudnák valóban megerősíteni a család intézményét. Ha a férfiakat megszólítanák, hogy rájuk apaként nagyon nagy szükség van, és erre meg is adnák a lehetőséget, például rugalmas munkaidővel, hogy valóban otthon is lehessenek. Teljesen egyértelműek abban, hogy a családnak védőhatása van. Tehát nem igaz, hogy csak egy papírról van szó. A családon belül erőszak, a visszaélések, a konfliktusok, a nem családi jellegű kapcsolatokban nagyságrendekkel nagyobbak. Tehát a család még mindig a minden problémájával együtt az emberi pszichének leginkább megfelelő együttélési forma. A szakember megemlítette, hogy Európában már szinte mindenhol az úgynevezett váltott elhelyezés gyakorlata dívik.
Vagyis, hogy válás esetén a bíróságok a gyermek elhelyezéséről úgy döntenek, 2 hétig az anyánál, majd 2 hétig az apánál lakjon. Sőt, akad, ahol már a fészek modellt is bevezették. A gyerek marad az otthonban, a 2 szülő pedig felváltva gondoskodik róla. Egy 1995-ös Egyesült Államokbeli kutatást ismertetve mondta, 24 millió gyerek élt az édesapja nélkül. A tinédzser öngyilkosok 63%-a apátlan családból való, a fiatalkorúak javító intézetében lévők 70%-a, az iskolában, középiskolából kiesők 71%, a drog centrumokban megjelenők 75%-a, az erőszakot elkövetők 80%, a fiatalkorúak börtönében lévők 85%, az otthonról elszökő gyerekek 90%-a apátlan családból. Tehát, ugye ez teljesen triviális, hogyha nincs apa, akkor ott nagyon nagy probléma van. Az előadáson résztvevők megerősítették, rendkívül alapvető kérdéskörről van szó. Sajnos nincsenek jó tapasztalataim, a közvetlen baráti körömben is mondhatom azt, hogy sérült családok vannak. 3 gyerekes családapaként azt tudom mondani, hogy ez a téma egyre aktuálisabb, nagyon fontos róla beszélni, hiszen a jövőnkről van szó, úgyhogy bízom benne, hogy minél több ilyen rendezvény lesz annak érdekében, hogy fölhívja a figyelmet a családi összhangra, a családban betöltött szerepkörökre, és végre egy egészséges életet élhetünk a családjaink szintjén is. A Nagyatádi Szívegyesület egy családépítést célzó pályázaton nyert lehetőséget hasonló rendezvények szervezésére. Hogyha az ember szívbetegség megelőzéssel foglalkozik, akkor előbb-utóbb rájön, hogy nem annyira a magas vérnyomás, a cukor meg a koleszterin számít, hanem a lelki egyensúly. Ha nincs lelki egyensúlya az illetőnek, akkor hiába próbáljuk beállítani, és sikertelen lesz. És a lelki egyensúlyhoz pedig kell a család, kell a nemzettudat, kell a kapcsolatok. A család szerepének a megerősítése tehát a lehető legtágabb értelemben a jövő egyik legfontosabb kérdése. Arról, hogy mi az a 7 fogás, amely megerősítheti az apaságot, továbbá az Apátlan Társadalom és Apaforradalom című előadásban elhangzott egyéb fontos érdekességekről, kutatási eredményekről magazinunk után láthatnak, hallhatnak részleteket. Életüket és vérüket adták a hazáért és a hitért. Nagyatádon is megtekinthető az a kiállítás, amely a II. Világháború vértanú halált halt somogyi papjainak életét mutatja be. Példaértékű a történetük. Helytáltak a legsötétebb időkben is. Elveiket nem adták fel, még a halál küszöbén sem. A kiállítás megnyitóján előadást is hallhattunk az életútjukról. Hajna Zénó, Martincsevics Pál és Padányi Sándor. Az ő vértanúságuk emlékére készült az a mozgó kiállítás, mely most a Nagyatádi Kulturális Központban is megtekinthető. A múlt héten tartott megnyitón mintegy 70-en vettek részt. A tárlat témájának nagyatádi vonatkozása is van. Hajna Zénó vértanú a városban volt plébános a II. Világháború idején. Az ő személyét, a sorsközösség vállalását a híveivel és vértanú halálát ismertük el azzal, hogy ebben az évben a városnapján, április 25-én Posztumusz Nagyatád városért kitüntetésben részesítettük. Azt gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy Nagyatád városa, Nagyatád közössége megbecsüli a történelmét is, a múltját is. A mártírok példamutatóak voltak, még ha ez egy tragikus példamutatás is, tette hozzá a polgármester. A papok halálát a bevonuló bolgári szovjet csapatok kegyetlensége okozta. A polgármester mellett Roka Dániel plébános is köszöntötte a vendégeket. Ő maga a Nagyatádon vala a szolgálatot teljesítő plébánosok sorának végén áll. Ennek volt tagja a vértanú Hajna Zénó is. Amikor ide kerültem, nem csak nagyatádi plébánosként, hanem a kerületbe is megtapasztaltam, hogy hát milyen elődeink voltak. És ahogy említettem szintén, hogy a szentek azok az emberek, akik nem feltűnni akartak, hanem eltűnni Isten szeretetébe. Azt látom, hogy a Zénó atya is ugyanilyen volt, hogy nagyszerű ember, rengeteg mindent tett, és tulajdonképpen a dicsőség az volt, hogy hát fel kellett áldozni magát Istennek. Nem csak szükséges, hanem állapotbeli kötelességünk megemlékezni a mártírokról, tette hozzá az esperes. A kiállítás megnyitóján előadást tartott Marics József atya.
A tárlatanyagát ő maga állította össze, mint egy 8 éves kutatómunkával. A 22 tabló a három vértanú életét és halálát meséri el, korabeli iratokkal és képekkel hitelesítve azt. Kérem szépen, ez egy mozgó kiállítás. Most Rajkai István atya, kapusvári Jézus szíve, plébánia lelki pásztora, ő állította össze a tablót, ahogy van. Viszont a szöveget, azokat én írtam, meg amit hozzám kerültek anyagok, abból adtam át képeket. És hála Isten, ilyen nagyon szép tárlat jött létre, és ez volt már Somogyban is pár helyen, sőt Zala megyét is megjárta. Az előadásból kiderült, nincs még egy olyan esperesi kerület, amely egyszerre három véltanút is adott Magyarországnak. József atya a jövőben könyvet tervez kiadni a Csurgói kerület mártírjairól. Hajna az Zénó életének külön kötetet szán. A vértanúk tetteinek üzenete a jelenben is mérvadó. Az üzenete az, hogy az elveinkhez, hitünkhöz, vallásunkhoz, hazánkhoz ragaszkodnunk kell, még az életünk árán is. Mert ahogy már a régi görögök és a keresztények, a jó hazafiak vallották, édes és dicső dolog meghalni az egyházért, és ha kell, a hazáért. A tárlat még december 3-áig megtekinthető a Kulturális Központ kiállító termében. Nagyatád első internetes újságjáról már naponta 7-800 oldalt töltenek le a látogatók. Az Atát Hír az első hetek tesztüzemmódja után kezd ismerté és kedvelté válni a városban és környékén. A hírportált ugyanaz a stáb üzemelteti, mint a nagyatádi televíziót. Most megmutatjuk önöknek, hogyan. Ez a TV és egyben az Atát Hír szerkesztősége is. Mint láthatták, összesen 5-en készítik a két médiumot. Nagyatád online újságjában elsősorban helyi híreket, fotókat és mozgóképes tartalmakat tekinthetnek meg a látogatók. Hát az atathír.hu-ra, hogyha ellátogattok, akkor lehet látni, hogy a főhírek és a videók alatt egyéb informatív jellegű blokkok is találhatók. Rögtön baloldalt a programajánlóval igyekszünk minden kulturális sportprogramot feltölteni, továbbra is várjuk természetesen a nagyatádiaktól az egyéb ilyen jellegű információkat. Utána középen lehet látni a nagyatádi éttermek menükínálatát, egyelőre csak 3 étteremmel, de bízunk benne, hogy ez bővülni fog, illetve a nagyatádi időjárást is rögtön el lehet érni innen az oldalról. A város online újságja október végén indult. Most már túljutott az első hetek teszt üzemmódján. Naponta kerülnek fel rá a friss tartalmak. Szóval az Atát Hírnek valójában az a célja azért van, hogy valódi nyilvánosságot próbáljon teremteni, és elindítson egy párbeszédet a városban. Abban bízunk egyébként, hogy nem csak mi fogunk ide tartalmakat feltölteni a kollégáimmal, hanem az atádiak is szépen lassan erre rászoknak, és az információikat, a fotóikat, a videóikat megosztják velünk. A folyamat már el is kezdődött. Megjelentek az újság által felkért szerzőknek az írásai. Érkeznek a fotók és a programok. És napról napra többen követik a közösségi oldalon. Jelenleg Facebook statisztikáinkat elemezzük. Ezen a héten 29-el többen lettek azok, akik az oldalunkat kedvelik. Így már összesen 384 embernek tetszik az új Atát Hír Facebook oldal. Az internetes lap támogatottsága egészen pontosan nyomon követhető. A Google elemző megmutatja nem csak azt, hogy mikor és honnan látogatnak az oldalra, hanem azt is, hogy mit és hányan néznek meg. Szépen így átlagosan azt lehet mondani, hogy 7-800 naponta ennyi oldal megtekintés van, úgyhogy azért ez egy most indult oldaltól szinte egy nagyon szép teljesítmény. Ahogy az a munkatempó is, amivel a munkatársak immár két médiumot működtetnek. Mondhatni, már nem is két kézzel kapnak a munka után, hanem hárommal. A városlakókkal egyre élénkebb és sokoldalúbb a kapcsolat. Jó napot kívánok, Herda Ávid vagyok a Nagyatád TV-től. Tegnap beszéltünk már, egy időpontot szeretnék kérni akkor interjúra. Az operatőr és vágó kollégák szintén nem unatkoznak a forgatások és a montírozások szüneteiben sem. Fontos szerintem egy weboldalon, tehát egy hírportálon a képek, tehát hogy legyenek rajta videók, meg legyenek rajta hálóképek. És most már elkezdtünk különböző eseményeken felvételeket, tehát fényképeket csinálni. Ezek is felkerülnek az oldalra, de természetesen mi nem tudunk ott lenni mindenhol.
és akinek van jó képe a városban történő eseményekről, azt nagy örömmel várjuk az infokukat@zatahir.hu e-mail címre, és azt feldolgozzuk, és utána felrakjuk. A mai médiafogyasztási szokások ismeretében nem meglepő, hogy népszerűek a képek, a videók. Az elkészült anyagainkat mindig a YouTube csatornánkra töltjük fel. Az ide felkerült anyagokat általában minden héten 1000-1500-an nézik meg. Itt megtalálható az adásunk egybe, és külön az anyagaink, amik aztán felkerülnek az atathir.hu-ra. Az atathir.hu-ra úgy kerülnek fel a videóink, hogy először feltöltjük az adminisztrációs felületbe, a médiatárba, aztán megosztjuk az oldalon. Ugyancsak nem újdonság, hogy a látogatók jelentős része a közösségi oldalon megosztott tartalmak után kattint az atathírre. Itt látjuk például azt is, hogy ezen a héten összesen 3154 embert értek el a bejegyzéseink. Kevés olyan munkahely van, ahol munkaidőben szabad facebookozni, sőt, kötelező. És végül, hogy a kulisszatitkokba is beavassuk a kedves nézőket, ugyan nem kötelező, de, vagy talán éppen azért, szerencsére minden nap adott a derű. Arab vendégünk itt meg azt demonstrálja, hogy az Atathír jelentése eredetileg szíves elnézését, és nagyon sajnálom, ezt jelenti. És ebben is látszik, hogy a szerkesztőségben a hangulat az egészen jó. Like. Akár 40 millió forintot is érhet egy bélyeg. Persze, ez csak a nagyon ritka darabokra igaz. Ugyan a nagyatádi kiállításon ilyet nem láthattunk, azért akadtak különleges példányok. Ezek több százezer forintba kerülnek. Különlegesebb, de különleges gyakorlatilag mindegyik, ugyanis a régebbi bélyegek nyomdatechnikája okozta azokat az úgynevezett problémákat, amik a bélyegen előfordultak. Tehát gyakorlatilag, ha alágyűrődött az ív széle, akkor belefogazott a bélyeg teljes képébe. Aztán elfogazások is vannak, itt teljesen látszik ezen a képen, hogy szinte levágta magát a bélyeg képet a fogazógép. István különleges bélyeggyűjteményét mutatja. Ő, mondhatni, a tévnyomatok specialistája. Szenvedélye nagyon régre nyúlik vissza. Végül is ennek története van. Nagy a tádi előtörténete is van, mert ugye általában minden kisgyerek valamit elkezd gyűjteni. Hát én emellett kötöttem ki az 1960-as évek elején, amikor még az általános iskolát megkezdtem. Hát még a régi Mátyás művelődési háznak titulált helységben volt az első bélyegkör, oda iratkoztunk be. Hát ennek már több, mint akárhány éve, szóval sok. És azóta nem rendszeresen már, de most visszatérve ezekre a különlegességre ismét hozzányúltam ahhoz a felhalmozott értékhez. Gyűjteményében igen értékes darabok is találhatók. Persze a gyűjtők ezzel nem nagyon szeretnek dicsekedni. Természetes, hogy a széltől is óvják ezeket a példányokat. Olyan helyen is van tárolva, vagy kell tárolni, ugye, ami biztonságot nyújt némileg ezeknek az értékeknek. De hát a következő generáció úgyis meg fogja ezt majd találni és kapni mindenképpen. 1960-ban alakult a nagyatádi bélyeggyűjtők köre. Az ezt követő években mintegy 200 tagja volt az egyesületnek. Jelenleg 17 állandó gyűjtő képviseli a társaságot. Ez a mostani, a 7. országos kiállítás Nagyatádon. Ezúttal 9 gyűjtő tette közkincsé kollekcióját. A megnyitón a polgármester köszöntötte a látogatókat. A tipográfia, a grafika, a vizuális tervezésnek egy különleges hordozójává vált a bélyeg, hiszen szép. Ismételjük meg a szót magunkba, szép, a bélyeg szép. Szinte minden bélyeg szép, és vannak egészen különleges szépségű bélyegek. Azért szép, mert egy pici felületen kell megmutatni valamit, két dolgot, információkat, ami arra vonatkozik, hogy mi az értéke, ki adta ki,
ki a tervezője, de még inkább kifejezni valami olyat, amit meg akarunk mutatni másoknak. A látogató valóban különleges nyomtatványokat csodálhat meg. Találunk itt a világ minden tájáról gyűjtött miniatűröket. Paraguayból, az Egyesült Államokból vagy éppen Kanadából. Értékük természetesen gyakoriságuk függvényében változik. Hát a tévnyomatok, azok a legdrágábbak, aztán utána a blokkok jönnek, aztán a bélyegek, illetve hát a képeslapok. Van, ami minden évben, vagy minden két évente a Magyar Posta ad ki, 1871-től vagy még előbb vannak bélyegek, és onnantól az már katalizálva vannak. Vannak benne a pecsétett bélyegek, és idővel posta tiszta, illetve emléklapok is megvannak, hogy mi az ára. A gyerekek számára is érdekes a bemutató. Számukra kedvesek lehetnek a dinoszauruszokat, vagy a mesefigurákat ábrázoló bélyegek. A bélyegek tetszenek, mert nagyon sokféle van. A legjobban a haszonállatok tetszettek nekem, nagyon szép kidolgozásúak. István főleg a hazai darabokat gyűjti, de világszerte sok országból van bélyege. Kedvenc témája a magyar várak. Hát én egy gyerekkorom óta gyűjtöm már. Volt egy időszak, amikor végül is nem foglalkoztam nagyon vele, világ, amikor katona voltam, de utána újból elkezdtem gyűjteni. Mondjuk, ami akkor rámaradt, elég nehéz volt bepótolni, de végül is sikerült azért nagy részbe. A meghatározott témájú bélyeg sorozatokat legtöbbször neves évfordulók alkalmából adják ki. István ezúttal híres festményeket ábrázoló gyűjteményét mutatta be. A színekben ugye kapcsolatosak, ugyanaz szinte, mint az eredeti, csak azért mégse ugyanaz mérképen, azért más, kicsivel. Hát én úgy látom ezeket a jegyeket, hogy azért visszaadják a festménynek egy nagy részét, ilyen kis kicsibe is. Mondjuk kicsit közelebbre kell nézni. A kiállítás megnyitója után bőrzét tartottak. Nem csak azok számára, akik bélyegeket vagy képeslapokat keresnek. Mások is elhozhatták portékájukat. István Csurgóról érkezett. Ő különböző fegyverek másolatait gyűjti. Gyűjtöm a régi pénzt, az 13 éve, a kardokat, szabjákat, pallosokat pedig 3 éve, harmadik éve gyűjtöm. És hol lehet ilyesmiket találni annak, aki gyűjt? Hol lehet ezeknek utána járni? Cserégát egy kis gyűjtőkkel, akkor a régiségvásárokba, az ország minden részén járom a régiségvásárokat. És mi volt eddig a legnagyobb érték, amit sikerült elcserélni? Eddig magyar szabják voltak 1861-ből, 69-ből, 75-ből. Magyar szabják azok a legértékesebbek voltak. A huszár altiszti szabják voltak ezek, amiket sikerült a földről felvenni. És ezek milyen értékben, ha szabad ilyet elárulni? Igen, elmondom. 130 és 200 ezer forint közötti értékek voltak ezek. De vannak annál nagyon drágábbak is. Nagyon szép. Jó, és ott van Romulus, meg Remus. Igen, igen, Róma alapítói. Az itt kínált darabok között is találhatunk eredetieket. Ilyenek a szuronyok és bizonyos tőrök. Jó. Meg lehet esetleg nézni? Természetesen. Azért ez elég súlyos. Ez egy középkori keresztes lovagoknak a kardja volt, a 13., 12., 14. századból való. Köszönöm szépen! És ezzel hogy harcoltak? Hát erős emberek harcoltak vele, úgyhogy már két kézzel fogták, a kard másfél kezes. Két kézzel ezzel vágtak páncélt ember. Bármit is gyűjtsünk, garantáltan hosszú távú hobbit szerezhetünk általa. Persze, csak ha van hozzá türelmünk és megfelelő hátterünk. 50-nél is többen neveztek az idei ulti versenyre.
A hagyományos bajnokságot immár 9. alkalommal szervezték meg. A rutinus játékosok között egy 20-as éveiben járó ifjú titán is feltűnt. Többnyire a térségből érkeztek a nevezők, de akadt olyan is, aki Budapestről utazott idáig. Akikkel sikerült belépni az országos rendszerbe. És ezt is nektek köszönhetjük. Ti neveltetek ki bennünket. Akkor együtt. Próbáltunk fogtani, de nem fogtani. Már a megnyitó is jó hangulatban telt az idei ulti versenyen. Nem csoda, hiszen a hagyományossá vált rendezvény résztvevői ma már régi ismerősökként találkoznak az asztaloknál. Te vagy az első. Igen. Ez ezt rajtunk megalmodtam. Hogyan játszak? Hát és jön, nyerj biztos. Játszak vagy? Ne játsz. Hát és jön. Ez meg becsak, hogy mindig azt mondtam. Ulti passz. Megnyitjük ezt. A tavalyi év bajnoka sem hagyhatta ki a lehetőséget, hogy kártyapaklit ragadjon. Hosszú évekre nyúlik vissza a játék szeretete. 72. évemben vagyok, 6 éves koromban ismerkedtem meg vele. A nagymamától, nagypapától és utána a szülőktől, úgyhogy már elég régóta játszok. Azért szeretem, mert van benne változatosság a játékban, van benne furfang. Úgy mondom, hogy egy versenyen szerencse is kell, de azért a tudás olyan 70%-ban érvényes. Jó, beindultam már? Az ultinak ma már többféle változata is van. Ezeknek a szabályai társaságonként eltérhetnek a helyi szokásoknak megfelelően. De akkor viszont vigyáznotok kell, mert az A10-esnél szint kell mondani. A verseny során a hagyományos rabló ultit játsszák a versenyzők. Az asztalon lévő érmék ezúttal csak jelzésértékűek. Persze, a mindennapokban előfordul, hogy valódi tétekben is játszanak. Sokak elképzelésével ellentétben nem csak egyszerű kocsmajátékról van szó. Akik itt részt veszünk, idősebb korosztály, már régen átállját, vagy mi gyerekkorunkban átállját. Kocsmai játék volt valamikor, és ebből most egy ilyen közös szellemi játék lett. Ez hasonló a sakkhoz, hogy itt a nem csak azt kell nézni, hogy kártya, mert mindenki azt mondja, hogy kártya az a kocsmás játék, pedig tévedés. Itt szellemi játék. Egy kártyából itt én többet kihozok, mint a másik. Tehát ugyanabból abból mindenki más variál, mint a sakk. A verseny egy órás körökből áll. Minden kör után újra sorsolják az asztaltársaságokat. Azért, hogy a résztvevők minél több ellenféllel összemérhessék tudásukat. Ja, de azt néztem, mondom, hogy visszaállítom Petnél, a több felsőbb is elszabad az ultit fogni. És akkor már tudok Petnét játszani. Amikor bemented a Petnét, akkor már én nem voltam sehol. A rutinos versenyzők közt feltűnik egy fiatal nevező is. Kristóf harmadik alkalommal vesz részt ulti versenyen. A nagyatádi eseményen először játszik 30 évesnél ifjabb nevező. Ez a harmadik alkalom, hogy versenyen indulok, és hát igazándiból nagypapám és apukám tanítottak meg erre a játékra, és ők ismertették meg velem. Lehet, hogy innen is van a játék szeretete. Egy nagyon izgalmas és érdekes játéknak találom, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy kicsit átéljük ezt a magyar kártyajátékot. Hát én mindenképpen javaslom, hogy próbálják ki. Én se tartozom itt a legjobb játékosok közé, de folyamatosan tanuljuk ezt a játékot, és így lehet fejlődni. A szervezők nagy bánatára hiányoznak a játékosok közül a fiatalok. Ugyanúgy, ahogy a nők is. Pedig mindig igyekeznek újabb résztvevőket csalogatni. Sajnos nincsenek a fiatalok, akiket várunk, és bármikor segítünk nekik, hogyha jönnek. Szórakoztunk. Úgy fiúknak, mint lányoknak. Valamikor, mikor én elkezdtem, volt 3 nő is, aki járt ide.
lassan lemorzsolódtak. Most egy női ultisunk sincsen. Pedig minden úti versenyen kaptak egy szál virágot, vagy egy planinát, valamit mindig kaptak. Az idei versenyre 57-en neveztek. A dobogó harmadik fokára Bognár Árpád állhatott, aki így a legjobb nagyatádi versenyző címet is kiérdemelte. A második lett Gyertyás László, csokonyavisontai játékos, míg az első helyen a somogyszobi Nagy István végzett. Mindössze gólkülönbséggel maradt le az első helyről az őszi szezon végére az NFC. A klubvezetés elégedett a csapat teljesítményével. Az edző továbbra is azt mondja, tavaszra érik be igazán a fiatal gárda. Edzésre készülődik az NFC csapata. Számos győzelmet arattak az őszi szezonban. A múlt heti évad záró meccs után sem pihennek. Mind az új edző, mind az új játékosok beváltak a szezonban. A csapatkapitány elégedett a gárda teljesítményével. Hát gratulálok a csapatnak, mind az edzőknek, mind a játékosoknak, mindenkinek, a stábnak is. Úgy gondolom, hogy egy nagy hiányérzetünk lehet az itthoni Fonyod elleni meccs, de talán a szezon előtt senki nem várta ezt. Rajta meg egy pár játékoson kívül, hogy ennyi győzelmet hozunk, meg ennyi pontot. Úgy gondolom, elégedettek lehetünk, magasra tettük a lécet, de hozzá javítani kell ezen is. Az Ateát pont egyenlőséggel a balatoni Vasassal a tabella elején zárt a szezon végén. Sajnos a balatonparti a gólkülönbsége kettővel jobb, így ők lettek az őszi bajnokok, az NFC pedig a második helyre szorult. A Vasasnál kiderültek, hogy ezek a támadók, akiket igazoltak, kimondottan minőségiek, ezért lett ez az élen ez a szoros eredmény, az, hogy ők tulajdonképpen két góllal gólkülönbségben jobbak lettek, mint mi, de ennek különben annyi jelentősége van csak, talán, hogy a felkészülés alatt ma jobban tudom hajtani a játékosokat, hogy utolérjük őket. Összesen mindössze 5 pontot vesztett az NFC. 2 a Fonyód elleni döntetlennel, 3 pedig a Vasastól idegenben elszenvedett vereséggel. Az évadzáró meccset 3-1-re nyerte a csapat a Karád ellen idegenben. A vezetőedző szerint sokkal jobb eredményt is elérhettek volna. Ennek ellenére nincs okuk a panaszra. A támadójáték talán most volt a legjobb. A védekező játékról se semmi rosszat nem tudok mondani, hiszen ha egy hazai csapat egyet lő kapura a saját pályáján, az nagyon jó az ellenfél védekezése szempontjából, de sajnos ez meg gól lett a 90. percben, így tulajdonképpen a gólkülönbség is ilyen szempontból csak kettőt értünk el, tehát kettővel rúgtunk több gólt, mint amennyit kaptunk. Szívassuk arra, nekik arra! Így arra! A szezon végére világossá vált, hogy az NFC-nek nagyon erős csapatot sikerült összeállítani, dacára javarészt fiatal játékosoknak. A 24-es keretben ugyanis egyetlen 30 éven túli van. A többiek fele 21-27, a másik fele pedig 16-21 év közötti. És azt gondolom, hogy nagyon komoly lehetőség van ebben a gárdában. Az lenne egy kívánságom, ha lehetne, de hát ezt nem lehet, hogy egy 2 hónap alatt, 2 évet rutin nosodjanak, vagy öregedjenek a télen ezek a fiúk, akiknek valóban a tétmeccseken való szereplés az azért egy picit hiányzott, meg azért felnőtt futballban néha a rutin, meg a testsúly, meg egyéb a tapasztalat az nagyon sokat számít. Van még hova fejlődni, 15 meccs hátra van a bajnoki szezonból. A téli felkészülésig egy évértékelő megbeszélés és egy pihenési szakasz következik. Eddig heti 3 edzést tartott a csapat, decemberben ez kevesebb lesz. Most szerda péntek edzünk, jövő héti szerda péntek. Szombaton lesz december 2-án a bankettünk, és akkor lesz egy pihenő decemberbe várhatóan, és annálba kezdik a felkészülést. A tavaszi szezonban újra szurkolhatunk a nagyatádi csapatnak a bajnokság megnyeréséhez. Kedves nézőink! Magazinunk után láthatják Léder László Apátlan Társadalom című előadásának a felvételét. Továbbá ismét felhívom szíves figyelmüket, hogy az Atát híren most már minden nap megtalálják a friss híreinket, videóinkat, a nagyatádi programokat és az éttermek menü kínálatát is. Elérhetőségeinken továbbra is várjuk adásunkkal és az új hírportállal kapcsolatos ötleteiket, javaslataikat. Maradjanak velünk a képernyők előtt, mert ez rólunk szól. Tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra!